Az ékírás megfejtésének története. Részlet Somogyi Ede Szumírok és Magyarok 1903 Budapest című könyvéből. Az ékírás megfejtésének története. Már a 17. század elején elérkezett Európába az a hír, hogy a régi Babilónia helyén ékírásos feliratokat találtak. Egy híres olasz utazó, Pietro della la Valle, Sirázból 1621. október 21-én levelet írt Máriusz Scipano nevű barátjának Nápolyba, amelyben a többi közt a perszepoliszi romokról is szólott, és egy szobormű föliratáról a következőket mondta. Az oroszlán mellett egy fölirat volt, amely felülről lefelé a képek körül az egész falat elfoglalta. De hogy milyen nyelven és miféle betűkkel volt írva, azt ma senki sem tudhatja, mert ez az írás ma már teljesen ismeretlen. Csak azt az egyet láttam, hogy igen nagy betűk voltak, és igen nagy helyet foglaltak el, és hogy az egy szóhoz tartozó betűk nem voltak egymás mellé írva, hanem különállottak, és a héber betűk módjára egymástól el voltak különítve, amiből azt következtetem, hogy talán egyetlen betű egész szót jelentett, amit azonban nem tudok fölfogni. De bármiképpen legyen is a dolog, öt betűt vagy szavat, amely leggyakrabban fordult elő, lemásoltam. Mint hogy azonban egész sorok voltak, nem tudtam tisztába jönni azzal, vajon a betüket a keleti népek szokása szerint jobbról balra, vagy pedig a mi szokásunk szerint balról jobbra olvassák-e. Ez az öt betű a következő. De a második betű, amely négy égből állott, amelyek közül három egyenes és alul hegyes volt, a negyedik pedig keresztben feküdt rajtuk, azt látszik bizonyítani, hogy a betüket a mi módunk szerint balról jobbra írták, mint hogy az a vonás, amely a három egyenes vonás fölött fekszik, felső és szélesebb részével balra, vékonyabb része pedig jobbra van. Ez a föltevés, amely ilyenképpen az ékírás megfejtésének alapja lett, később valónak bizonyult. 1667-ben egy Flower nevű angol 21 betűt jegyzett le ugyanerről a föliratról, amely csak 1693. júniusban jelent meg a Philosophical Transactions 16. per 7. kötetében. Hét évvel később, 1674-ben Cardin utazó egy egész föliratot lemásolt a háromnyelvű úgynevezett Akhemenida szövegek közül, amelyeket 1711-ben kiadott munkájában tett közzé. Ugyanezt a föliratot lemásolta Kempfer Engelbert 1694-ben, de nem érte be ezzel a 13 soros szöveggel, hanem még hozzávett egy 25 sorosat is. 1712-ben megjelent könyvében fölvetette azt a kérdést, vajon betű, szótag vagy úgynevezett ideogram írással van-e dolgunk, amelynél minden egy külön szavat fejez ki, és az utóbbi következtetésre jutott. Kempfer volt az első, aki ezt az ismeretlen írást ékírásnak nevezte el. 1701-ben egy vállalkozó szellemi hollandus, Cornelis de Bruin, perzsa-indiai útra indult, és 1704-ben több hetet töltött a poliszi romoknál. Utazásáról 1714-ben gyönyörűen kiállított könyvet adott ki, amelyben két új, három háromnyelvű két egynyelvű, egy óperzsa és két szemita babiloni feliratot közölt. Anyag lett tehát volna már elég, de ennek ellenére még egyetlen lépés sem történt az égkírásos feliratok megfejtésére. Évtizedek múltak el, anélkül, hogy csak egyetlen tudós is akad volna, aki erre a föladatra vállalkozott volna. A tudósok egyszerűen azt hitték, hogy az ékírása a megfejthetetlen és a megérthetetlen dolgok közül való, és ezért nem is foglalkoztak megfejtésével csak évtizedek múlva történt megint valami. Kailus Gróf művének ötödik kötetében közzétette Xerszésznek értékes vázáját négynyelvű egyiptomi óperzsa szúzai és babilóniai legendájával. Az utóbbi három fölírás ékírásos mint hogy a hieroglifikus írást akkor még csak nem is ismerték, és mint hogy azon felül Kailus reprodukciói nem voltak elég világosak, ennél fogva még ez a négy nyelvű legenda sem késztette a tudósokat arra, hogy értelmezésével foglalkozzanak. Három évvel később Nibur Karsten Persepolisban lemásolt több Akhemenida föliratot, és nem csak új anyagot bocsátott rendelkezésre, hanem ezt az anyagot sokkal pontosabb és megbízhatóbb formában is reprodukálta. Ezek a másolatok 1778-ban jelentek meg. Egészen új Niburnál egy háromnyelvű szerszész fölirat, a már említett Darius föliratnak óperzsa és szúzai szövege, egy óperzsa Darius fölirat és egy egynyelvű szerszész fölirat. Azonban Nibur emellett egy hatalmas lépést is tett előre, amennyiben a később Három nyelvűeknek fölismert föliratokon három különböző írásmódot állapított meg, és a legegyszerűbbikből 42 különböző írásjelt állított össze, amelyeket egészen helyesen betűknek mondott. Ezzel alapos remény nyílt arra, hogy valamikor sikerülni fog ezt az egyszerű írásmódot 42, vagy mint később megalapították 45 betűjével megfejteni. 1798-ban két orientalista, akik a Nibur féle másolatok alapján egymástól teljesen függetlenül fogtak hozzá a közölt föliratok megfejtéséhez, közé tette kutatásának eredményét. Ez a két tudós, Tizen Olaf Gerhard, rostoki tanár és Münter Frigyes, Dán akadémikus volt. Tixen könyvében a gyakran ismétlődő ferde éket Ékes szóválasztónak ismerte föl, és kifejtette, hogy Nibur összes föliratai. Egynek kivételével háromnyelvűek. Ez az eredmény is fontos és alapvető volt ugyan, de Münter még sokkal tovább ment. Ő is fölismerte a szóválasztó éket és a Nibur féle iratok háromnyelvűségét, és amellett néhány írásjegyet, legalább néhányat megközelítően helyesen meg tudott fejteni. És egy többször előforduló jelcsoportban, a király megfelelő szavát ismerte föl. Aztán alapos történeti okokkal kifejtette, hogy úgy az épületek, valamint a föliratok szerzői csak a régi Perzsia, Akhamenida királyai lehettek. Azt állította továbbá, hogy a három írásmód közül a legegyszerűbbiknek nyelve a Zent Avesta nyelve, vagy ezzel rokon nyelv volt, és hogy, ami okoskodásában legfontosabb, az első írásfajta betűírás, a második szótagírás a harmadik pedig ideogram írás.